Kedves hallgatóink, ma délben a Moson-Szent Miklósi Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Moson-Szent Miklós Győr-Moson-Sopron megye területén fekszik, Csornától 20 kilométerre északkeletre. A Hanság széli községet Szent Miklós falvaként jegyezte kézjegyével Bánk Nádor egy 1208-as oklevélem. 1267-ben Szilas Szent Miklós volt a település neve, ahol megemlítették a templomot is. Ez a templom a 16. század elejéig állhatott fenn, mert ebből az időből maradt az utókorra a templom jobb oldalán álló Szent Keresztkápolna. A török hódoltság után a falu földesura és kegyura gróf Zichy Ferenc győri megyés püspök volt. A település központjában felépült barokk templomot 1775. augusztus 6-án szentelték fel. A Szent Miklós tiszteletére emelt templom névadója 270 körül született Kis-Ázsia Patara nevű városában. Égi jel hatására választották püspökké Mürában. A tengerészek, a kereskedők, a gyógyszerészek, a kisgyermekek és általában minden bajba került ember védőszentje. A róla elnevezett Moson-Szent Miklósi Római Katolikus templom bal oldalán 1929-ben felépült a Hősök kápolnája, amelyben a világháborúkban elhunytak neve található. A templom 47 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 8 mázsa 20 kilós harangot a számkivetésből való visszatérés emlékére öntette 1919-ben a község utolsó kegyura gróf Wenckheim Pál Szlezák László mesterrel Budapesten. Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.